Ez a Például Extra Fehér Mariannal. Jó estét mindenkinek! Az esti közös éneklés után jöjjön egy újabb történetmesélő, aki az elkövetkezendő egy órában szórakoztat minket. Már is hívom. Laci János. Szia, Fehér Marian, Manna FM-től. Szia. Te vagy a 8. emberünk. Mert hogy a 8. napja van. 8. utas a halál, vagy? Nem, hanem én úgy számolom, tudod, ezt az otthon levést, hogy nekem a 2. hét, és egy héten 4 műsor, úgyhogy te vagy a 8. történetmesélőnk. Gondolkodtam rajta, mert ugye elég sok jó történetet hallottam is, meg elég sok jó történet történt is meg velem. Vízen járni tilos címmel készül egy, hát ilyen memoárszerű kötet, ami a kicsi és nagyobb csodákat mutatja be, amik az én családommal a gyerekünkkel az elmúlt 30 évben bekövetkeztek. De egy olyat emelnék ki, ami talán mindközül bizonyos szempontból a legmeredekebb volt. Zuglóban laktunk, a 4. gyermekünket vártuk éppen, feleségem már minden órás volt, szép pocakkal, és egy ilyen nagyon szép, meleg, napos őszi nap volt, és ő elment a kórházba az utolsó CT-re, és már össze volt rakva a táska, hogy én majd viszem utána, mert ő már érezte reggeltől fogva, hogy ez neki már szájásai jönnek egyre szűkülő időközönként, úgyhogy őt már ott fogják a kórházban, ez biztos. És akkor szépen elment, hát nem volt kocsink, gyalogszerrel ment el, nem volt messze a kórház tőlünk. Én meg lementem a 3 gyerekkel a kertbe játszogatni, aztán egyszer csak, ahogy ott a javában játszogatunk, látom, hogy jön visszafelé az egy feleségem nagy pocakkal, ugye? És hát mondtam, mi van, hát visszapattantál, vagy mi történt? Hát ő mondta, hogy nem, hát csak a doki azt mondta, hogy neki még nem fáj annyira, úgyhogy ezek valószínűleg csak jóslófájások, menjen szépen haza majd, ha eljön az ideje, akkor. Hát mondom, jó van, de hát azért nem annyira rózsásan nézett ki a helyzet. Feleségem még azt a gyerekekkel vacsora, stb., akkor még este még, amikor lefeküdtek a gyerekek, ő még vasalt. Mondom, hogy nem hiszem el, mert vasalt egy kicsit, aztán így ledőlt a vasalóra lihegni, és hát így a fájdalmakat túlélni. Mondom, nem, ez nem igaz. Hagyd abba a vasalást, hát én inkább járok egész évben gyűjtőben, nem vagyok egy ilyen emberkínzó típus. De mondta, hogy igen, feküdjünk le, és akkor jó, lefekszünk, este 9:30 volt, és akkor hátradőltünk az ágyban, és Juli mondta, hogy te ez a gyerek jön. És akkor abban a pillanatban én fölkeltem, és kiugrottam az ágyba, azt mondja, a feleségem sose látott akkorát ugrani, mint egy gazella, ilyen, legalábbis olyan szőrös lábban, nem is olyan karcsú gazella, és így ilyen régi gombolós pizsamám volt, és akkor már gomboltam ki az ingét, és így dobtam le magamról azon minutában az ugrásra, és akkor hívtam föl a sógornőmet, hogy jöjjön, hívtam át a szomszédasszonyt, hogy jöjjön addig is, amíg a sógornőm ide nem ér a 3 gyerekre vigyázni, és hívtam persze elsősorban egy taxit, már mint említettem, kocsink nem volt, és azt azért mondtam, hogy azért olyan taxis jöjjön lehetőleg, aki bírja a gyűrődést, mert szülni megyünk. Tehát egy szülős taxi rendel. Igen. És akkor szépen lementünk, beszálltunk, 15 perc volt körülbelül taxival, vagy annyi se 10 perc tőlünk a MÁV kórház, ami egy hatalmas komplexum. A feleségem hát oda kormányozta a taxit, ahol őt kiengedték még a délután az egyik hátsó portához a Riplrónai utcán. Odafelé a kocsiban, én is ott elől mondtam a rózsafüzető meg hátul, mint kiderült egymástól függetlenül. Hallottam, hogy ő nagyon fújtat, és ő elképesztő jól viseli a fájdalmat, úgyhogy tudtam, hogy más már üvöltene, meg fetrengene. És nagyon dukkoltunk, hogy hát előbb érjünk oda, mint a baba, aki beelőzhetett volna. No, kiszállunk ott a kórház háta mögött, felségem kifején, fizetem a taxist, és amikor kiugrunk, akkor látjuk, hogy ez be van zárva, ez a porta. Ugye a MÁV kórháznak van vagy 5 portája, és éjszaka az nem volt nyitva az a porta. Hát én oda szaladtam a feleségemhez, és mondtam, hogy mit segítsek, mire ő azt mondta, hogy kapd el. Én oda kaptam, és mai napig nem tudjuk igazán rekonstruálni, csak azt érzem én, hogy a kislányom Johanna Popsia hopp a kezemben van egyszer csak. Nem mondod. Ő pedig elkapta a hónajánál fogva. De hogy ez igazából hogy történt, ugye szoknya volt rajta, illetve van a nadrágban, úgyhogy
kereszteződésben hogyan ad elsőbséget ez a gyerek, meg, szóval tényleg elképesztő volt, és hát akkor szépen megfogta a babát. És hát ugye lógott ki a köldögzsinó, egy kis diszkrét piros tócsa, és akkor mondta, hogy vegyem le az ingemet, frissen volt vasalva, ugye, emlékszünk? És akkor abba tekerjük bele ezt a gyereket, nem megfázik, mégiscsak hiába, hogy 20 fok volt, de hát mégiscsak ősz van, meg odaben ugye több volt, és akkor szépen betekertük, és akkor ott álltunk egy ilyen festői csoportozatban, tócsával, köldögzsinórral, babával, én könnyékig véresen félmeztelenül, úgyhogy nagyon jól nézhettünk ki. És egyébként Johanna, ő nagyon, hogy is mondjam, barátságosan jött a világra, tehát ő nagyon élvezte a dolgot, hogy ennyit mondott, hogy és aztán így nagy zöldes-barnás nagy szemeivel elkezdett körbe nézelődni, és hogy tulajdonképpen ez a Lipónai utca egy milyen hely. Na, eközben a taxis rájött arra, hogy egy kicsit ő is azért ideg állapotban volt. Hagytunk neki ott egy kis magzatvizet egyébként. Aztán másnap próbáltam utána hívogatni a taxis társaságot, hogy kiderítsem, hogy ki az, és akkor valamit fizessek még pluszba neki, hogy a tisztítassa ki engem, de ez nem fog többet terhes nőt vinni, az biztos, hogy ne ilyen emlék maradjon utánunk, de nagyon pikírt volt a taxi társaság. Hát te honnan tudja, majd szülni, és akkor mi van? Hát akkor hát nem sikerült, visszapasszoltam. Na, de még most a Lipónai utcában vagyunk. A taxis rájött, hogy a porta, amely be van zárva, annak a bezárt ajtaja mögött azért ül egy portás. Ez mondjuk 10-es skálán nem tudom mennyire logikus. Bezárjuk a portát, de azért van ott egy portás, aki felügyel a bezárt portára. Uh-huh. Na mindegy. Ez így működött akkor. És akkor ő elkezdte ököllel üvöltve döngetni azt a porta ajtót, hogy jöjjön már ki a portás, és nyissa ki, mert hát itt helyzet van. Közben mi ott álltunk, és feleségemnek a tekintete az a szemközti fehér csempés épületre esett. Ő tudta, hogy van itt egy mentővarázs, de nem tudta, hogy melyik. És azt hitte, hogy az az. És azt látta, hogy az üveg ajtó mögött áll sorba egy csomó férfi, és ilyen kimeredő szemmel bámul. És azt hitte, hogy hát ezek a mentősök, és hát milyen dolog az, hogy az orvosi képzettséggel rendelkező férfiak, és nem jön senki segíteni, és oda kiáltott nekik, hogy jöjjön már valaki segíteni. Én viszont tudtam, mert járatos voltam az utcában, hogy az egy kukásgarázs, és ott a szegény kukások áldogáltak sorba, és mereztették a szemüket, és elő is jött az egyikük az unszolásra, és ilyen susogóban, tangapapucsban, iszonyatosan kimeredő szemmel, hullasápadt arcszínnel, és kérdezte, hogy őt mit tud segíteni. Hát én annyira nem gondolkoztam rajta, hogy oda dobtam neki a táskát, mondom, hogy ezt akkor fogja. És ott álltunk egy kukás táskával, baba, köldögzsinór, piros tócsa, én könnyékig véresen félmeztelenül, és közben a dörömbölő taxistának, mint az Isten, sikerült kizargatni a portást, és a portás pedig mondta, hogy hát ő nem bírja a vért, úgyhogy ha itt van olyan, akkor nem. Tehát ez is jó ilyen kórházi portás pálya alkalmassági vizsgálat első kérdés, bírja a vért? Nem, aj maga a mi emberünk, tehát vér az itt biztos nem lesz. Hát ez nem olyan kórház. Megfelelt, igen. Távgyógyítunk, persze. Na mindegy, és viszont föl is vették őt rögtön. És mondta, hogy nem bírja a vért, és akkor kinyitotta az ajtót, berohant a portára, fölhívta a szülészetet, és mondta, hogy azonnal jöjjenek, mert itt egy asszony szülni akar, boom, és lecsapta. De hát ott már nem akar senki de szülni, már megszült. Egyébként szempillantás alatt, mint ez kiderült. Igen, és akkor ő a sarokba, és letakarta, mint a három majom a polcon, mindenét betakarta, hogy nehogy vért lásson. Hát azt azért kihúztuk belőle, hogy a harmadikon van a szülészeti osztály, mert ugye hát a szülészeten mi még ott nem voltunk ebben a kórházban, és akkor szépen mentünk, hoztuk a piros csíkot magunk után, mentünk fel a harmadikra, a liftben is ez a drága kukás szegény hullasápata azt is mételgette, hogy hát ez borzasztó. Szerintem, ha annak addig nem volt gyereke, akkor ezt már nem lett. Fölértünk a harmadikra, akkor elbocsátottam a kukásunkat, hogy köszönjük szépen a segítséget, menjen most már vissza a lifttel meg a csíkkal, és ha húzza el a csíkot, és akkor elkezdtünk, ugye 1200 négyzetméter a szülészeti osztály, és akkor elkezdtük a szállást keresni, a Szent Család című felvonást, mert van vagy ott is, vagy 4-5 bejárat, kopogtattunk, nem nyitottak ajtót,
mondták utólag a szülésznők, hogy ők meg nyitogatták sorban az ajtókat, hogy itt már jártak, itt már jártak, itt még nem jártak, és akkor csak egymásra találtunk, és mindent szépen rendeltek, babának csodák-csodája, semmi baja nem volt, kiállítottak egy záró jelentést, mint hogyha ott szültünk volna, hát persze a fej volt az a legfontosabb, hát azóta is megvan, ugye teljesen normális szülés intézményen belül, úgy látszik a járda az meg az intézményen belülnek számít náluk. És aztán én is meg tudtam mosakodni, dajkálgattam, amíg Juli pihent a kicsikét, és aztán kaptam egy ilyen kórházi pecsétes fehér kötenkét, és abban szépen hazamentem busszal, és eszembe jutott ez az utolsó felvonása a történetnek, eszembe jutott, hogy az éjjel-nappaliban még be kéne menni, mert holnap mennek a gyerekek suliba, át kell uzsonna, és nincs otthon kenyér, akkor vettem kenyeret, az éjjel-nappali srác az ismert engem, de fogalma nem volt, hogy hát én mivel foglalkozhatom, és ahogy mentem kifelé a kis fehér köpenykémben, így utánam szólt, hogy viszlát, oké. És hát ha valaki ezt a szülést vezette, akkor ugye a jó Istenen kívül és túl, az nyilván én voltam, tehát ennél közelebb senki sem volt ehhez a szüléshez. Úgyhogy végül is ez a doki megszólítás ez járt nekem, és azóta is azért nekem van egy olyan meggyőződésem, hogy ugye teológiából sokat vitatkozunk azon, hogy a kegyelem az most hogy van, és akkor azért kellett melózni érte, és akkor megvannak a bónuszok, akkor lepottyan a kegyelem, vagy hogy a kegyelem az ingyenes, és az Isten osztogatja, és jónak is, rossznak is, és orba szájba. Én ugye tudok biztosan, hogy a számomra a kegyelemnek a jelképe az pont ez, hogy kapd el. Tehát, hogyha én nem vagyok ott, igen, akkor lehet, hogy ő is valahogy elintézte volna, hogy puhára essen az a baba, vagy nem tudom, természetfeletti módon, vagy megállítja a levegőben, de egy ilyen karatemester, de hogy kellek hozzá én, de nem azért, mert olyan ügyes vagyok, hanem mert a kegyelem megszületéséhez kell valaki, aki elkapja, elfogja, de hogy nem belőlem jön, és hogy nem én dúrtam ki, az egészen biztos. Pontosan ezek miatt a körülmények miatt a 6 gyereket közül ezzel a 4. gyerekeddel, a kislányoddal kapcsolatod más, vagy emiatt az indulás hát miatt? Más, mindegyikkel más. Világos, csak hogy van-e benne valami extra más különlegesség emiatt? Hát maga az a nagyon érdekes, hogy Joanna lányom, ő egy ilyen lendület, ugyanilyen lendületes természetű, mint ahogy megérkezett. Igen, ez is eszembe jutott. Mert mint tigris a Mici Mackóban így jön, és nyakadva ugrik, és bum, tehát pörögtök a földön. És hát nagyon, szóval nagyon szeretem ezt a vitális lendületet, ami benne van. Ugye férhez ment 18-19 évesen egy nagyon nagyszerű fiúhoz, és szóval tényleg, hogy ő így szereti lendülettel intézni az életét, és azt nem, persze neki is vannak nehezebb pillanatai, tehát nem örömújjon állandóan, de van egy, amikor ő beindul, akkor ott van rendes lendület és sodrás. Emlékszel arra, bár ez is egy furcsa helyzet, mert most az is eszembe jutott, hogy azt mondom, hogy ilyen jó, hogy nem az első gyerekkel történt ez, de hát teljesen mindegy, mert akárhanyadik is egyszer csak fogja, és így kiugrik. Nekem is van egy volt hát kolléganőm, ahol a liftben fogta magát a gyermek, és megszületett. Tehát, hogy nem bírtak fölérni. Igen, hát neki is van ismerőség, igen, akik autópálya megállóban szültek, és szóval ezek érdekes dolgok. Meg annyi még hozzátartozik ilyen kis záró kódaként talán ehhez a történethez, hogy én azt az inget hazahoztam, és beáztattam, tehát hogy amennyire lehetett, úgy kiszedtem belőle a vért, amiben őt begöngyöltem, és akkor megfogadtam, hogy az esküvőjére én azt föl fogom venni. És hát egy picit azóta, hogy mondjam, a jóléti társadalom nyomot hagyott rajtam, tehát abban az ingbe bele kellett fogyni, de megtettem, és sudáran fiatalosan elmeséltem ezt a történetet, Joanna megszületésének történetét az esküvőn is, mint tudom, apai beszédet, és hát abban az inben voltam, ami itt egy kicsit fontos, de hát úgy, hogy zakó volt rajta, úgy nem látszott azért annyira. Ez csodálatos, annyira megható. Biztos vagyok benne. Én is úgy érzem, hogy ez olyan szépen zárult egy kör, vagy szóval, hogy ezekben nem voltunk, vagy vagyunk mindig nagyon ügyesek, a körülöttünk lévő világ meg nem olyan, hogy ebben segítsen, hogy azokat a fajta szertartásokat és jeleket, amelyek
korszakhatárokat jeleznek. Jó, most van érettségi, nagy virágcsokorra, meg nem, tehát valami van, azért nem azt mondom, hogy nincsen, de ugye elmosódnak, és nem tudom én, a nagymama rózsaszín bakancsban jár zumbázni, mert tulajdonképpen ő is egy tini lány, meg plüssiket gyűjt. A 9 éves kislánynak, hogyha hátulról látod az utcán, akkor úgy néz ki, mint egy 40 éves, sokat látott bizőszhölgy. Tehát, hogy úgy összemosódnak ezek a korszakhatárok, aki kicsi az ugye felfelé, aki meg már egy bizonyos koron túl van, az meg lefelé csimpaszkodik. De ez így nagyon tetszett nekem, vagy engem is nagyon megérintett, hogy persze nem az én okosságomból, hanem a kegyelemből sikerült itt egy kört bezárni ezzel az esküvői és egyszer mind. És milyen hatással volt a beszéded a lányodra? Hát aranyos volt nagyon, meg ő azért ezt a sztorit már egy párszor hallotta, tehát azért nem... Aha, tehát nem érte, nem őt vágta föl, de hát nagyon meg volt érintve természetesen a saját esküvőjén ugye az ember, tehát aki nincs megérintve, az vagy nagyon ott valami baj van, igen, de hogy arra gondolok, hogy az... Vagy éppen nem azon az esküvőn kéne lennie éppen, de... De hogy arra gondolok, hogy az inget fölvetted, tehát a történetet persze ismerte. Hát örült neki persze, tehát hogy igen, ezt ígértem, és mondtam, és emlegettem is. Aztán úgy kicsit, hogy mondjam, távol, egyrészt ugye nem volt evidens, hogy ő ilyen korán fog férhez menni, de amikor lőtt távolba ért a történet, akkor na, vajon én beleférek-e abba az ingbe? És mennyit kellett fogyókúrázni? 7-8 kilót aztán adtam le, és magam is meglepődtem, hogy de ettől függetlenül az volt a vicces, hogy ettől függetlenül kezdtem érezni, hogy túlfeszítem a húrt meg a határaimat, és akkor elkezdtem fogyókúrázni, és akkor aztán közben derült ki, hogy ők nagyon szeretnének hamar összeházasodni, és szóval úgy valahogy úgy párhuzamos ritmus volt, tehát nem kimondottan csak emiatt, de örültem neki, hogy és magam is meglepődtem, hogy én már benne vagyok ebben az ingben. Ez a Például Extra Fehér Mariannal. 98.6 Manna FM, benne pedig a Például Extra, és vendégem továbbra is Lackfi János, költő, író. Odaadtad nekünk, szerintem életed egyik legszebb története lehet, mert hogy az apaságod idővonalán a negyedik gyermeked születéséről meséltél, és annak az extra körülményeiről, meg hogy ezt aztán hogyan osztottad meg vele később a saját esküvőjén. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon szép történet, és hát összesen 6 gyermeked van, ugye? És így van, és 4 unokám, igen. Na, most ezt nem tudtam, hogy 3 vagy 4, mert aztán én annak megadtam az esélyt, hogy gyarapodhatott a szám, mióta utoljára beszéltünk erről. És a nagy érdekesség a ti családotokban, hogy ugye az 6. gyermeked, meg az első unokád, ők 3 hét különbséggel szinte egyidősek. Bizony, tehát, hogy Júcsi lányom, ő egy született nagynéni, megszületett, és már 3 hete nagynéni volt, ahogy körülnézett, és tényleg volt, hogy mentünk a két kicsivel játszóházba, és akkor kérdezik, jaj, de cuki, ikrek, mondtuk, nem csak a nagynényét is elhozta, tehát, hogy így zajlik ez nálunk, sőt, hát tulajdonképpen Margit lányomnak a kislányával is ők egy korosztály, tehát van egy, kb. Egy év van közöttük, nem egészen egy év, és hát a múltkor voltak itt Margiték, hát még jó múltkor, mert karantén előtti időkben sajnos ez így szétszaggatta ezeket a családi szálakat most egy időre, vagy virtuális tette, és akkor így legjobb mulatság persze az volt, hogy ilyen műanyag kis motorozni a lakáson belül, és közben én adogattam nekik ilyen alma szeleteket, hogy pucoltam, hámoztam, adogattam, és akkor gyerekunok, a gyerekunok, a gyerekunok, tehát így mint a forma egyen ugye mennek a körök, pörgött körbe ez a történet, tehát hogy tényleg eléggé kapkodja az ember a fejét, ráadásul úgy, hogy miközben ugye újra kezdők vagyunk. Tehát ez igen, és közben meg ugye Juli így funkcionális egyke, miközben van 5 testvére, meg így van, még így van, abszolút. Tehát neki ugye 17 éves a most, tehát 12 év a korkülönbség, 17 éves lassan érettségizik a legfiatalabb nővére, aki néha átmegy óvodásba, hogyha úgy jártanak egymásra, de azért az naptávilágosabb, hogy ő nem a totyogó kategória,
és nem fog beletúrni az ételbe, és nem fogja a játékokat elkommunizálni, és így tovább, tehát, hogy nem egy igazi konkurencia. Ahogy egyébként az első gyermeknél, akik 10 éven belül születtek, gyakorlatilag tényleg az volt, hogy egy banda volt, egy csapat, és akkor azon belül változtak a hierarchia. Na és milyen ez a karanténvilág most a ti életetekben? Annyit már ugye mondtál, hogy picit szétszakadt a család. Otthon kell nektek is mindent megoldani, úgy a gyermek szórakoztatását, mint ahogy neked a közönséged szellemi táplálását is. Igen, hát ez egy nagyon, nagyon érdekes történet, mert én pont egy nagyon izgalmas periódusban jártam valahogy, abban a státuszban, meg abban azon az ismertségi fokon, ahol tartottam, éppen arról tanácskoztam a Jóistennel, hogy igazából most mi az én dolgom, mert hogy az látszott, és mondjuk egy hasonló pozícióban lévő vállalkozó, vagy brandépítő, az akkor azt mondja, hogy hát most van egy olyan power, amiben lehetne keresni egy csomó passzív jövedelmet, és akkor én el is kezdtem ezen a nyomvonalon elindulni, mert azt gondoltam, hogy ez a cél, meg ez a családom biztonságának a biztosítéka, hogy akkor majd csinálunk egy webshopot, és akkor mindenféle termékeket, akkor az aztán egy kicsit besült, mert ugye a legkülönlegesebb termékek, amiket előállítottunk, aki előállította, az nagyon beteg lett, aztán meg is halt az a barátom, és ez nagyon-nagyon, tehát veszteséget is hozott, de hát én inkább adtam volna dupla annyi veszteséget, hogy ő csak maradjon életbe, de hát ez nem egy ilyen opció volt, és akkor ott egy kicsit ez megdőlt ez a történet. Aztán akkor gondolkodtam azon, hogy a külföldi jogokat is kéne jobban menedzselni, de aztán valahogy abba is belefáradtam, vagy beletört a bicskám, és még több mindent próbáltam, így ilyen extrákat, próbáltam ilyen színházi produkciókat, amik voltak elszórva a dolgaimból, hogy azoknak egy közös helyszínt találni, hogy legyen valami, és akkor egyre inkább olyan visszajelzéseket kaptam viszont a Jóistentől, akivel tárgyalgattam erről, hogy hát ne építs csűröket, mert nem az a te dolgod. Tehát biztos, hogy van, akinek vállalkozóként ez a dolga, meg hogy akkor építsen étteremláncot, meg nem tudom, mi. De úgy tűnt, hogy nekem nem ez a feladatom, és akkor én ezeket le is állítottam, és visszavontam a haderőimet. És hogy kaptad a visszajelzéseket? Tehát ilyen történések folyam... Történések, vagy igét vagy... olvastam, és akkor konzekvensen olyanok kerültek a szemem elé. Ugye olvassuk előről a Bibliát, és az Ószövetségben is végig, tehát, hogy olyanok jöttek, amikor ugye Izrael királyai ugye kicsit jólét volt, meg kicsit jól érezték magukat, és akkor elkezdtek kifele kacsingatni, hogy ó, milyen jó lenne egy kis hősiesség, egy kis a szomszédot is elfoglalom, és akkor valahogy elfelejtették megkérdezni a Jóisten, mert ugye féltek, hogy esetleg nemet mond, tehát, hogy nem ez a dolguk most nekik, és aztán pofára is estek rendesen. Tehát rengeteg ilyen visszajelzést kaptam, és akkor mondtam, hogy jó, veszem én akkor a lapot, és akkor szépen ezeket a hadállásokat visszavonom. Van egy olyan elmélet a kínai nagyfalról, hogy az nem csak azért épült, hogy megvédje a kínai birodalom határait, és az ellenség ne tudjon betörni azon belülre, hanem azért is, hogy a kínai uralkodókat figyelmeztesse, hogy eddig és ne tovább. Tehát, hogy amíg összetartható a birodalom, ott azon a szinten maradjanak. És én ezt éreztem, hogy Isten erre hív, hogy a határaidon békét ő teremt, ahogy a Zsoltáros mondja, hogy ugye van az a részlet, egy előadásban voltunk egy nagy imakonferencián Augsburgban évelején, és ott is egy előadásban többször jött ez vissza, hogy például az énekek énekében is ott van, hogy azért barna a bőröm, és ez akkor nem a szépségideál volt, hanem a szégyen. Uh-huh. Azért barna a bőröm, mert a másnak a szőlőjét őrzöm, és a sajátomra nem is jut időm. Tehát, hogy ne menjek ki kalandozó magyarok módjára, és szépen visszahúztam a hadállásokat, és akkor jött egy ilyen gyönyörű sorozat, hogy azokat a dolgokat, amiket én a magam erejéből nem
hajszoltam tovább, azokat így a jóisten lepottyantotta elém, tehát az akváriumban elindult egy ilyen színházi sorozat a műveimből, Seres Tamás rendező barátommal, 200-250 ember ott tolongott, két előadást tudtunk a karanténig rendezni, ugye tehát legalább fél év, egy évben gondolkodtunk előre. Aztán lepottyant egy olyan közép-európai fesztivál, ami június elején lett volna, hogy repülővel mentem volna körbe, és a műveimet lefordítják az összes közép-európai, vagy hát 3 vagy 4 vagy 5 közép-európai nyelvre, tehát ez is, ez a külföldi fordítós dolog is beindult, és jelentkezett egy srác is, aki pedig pólót akar nyomtatni az én szövegeimet is felhasználva. Tehát gyakorlatilag mindazt, amit én nem hajszoltam, az az ölembe pottyant. És aztán nekem már annyira természetes és annyira szép volt, miközben persze tragikus az egész járvány, tehát senki ne értsen félre, csak annyira szép volt ennek a logikája, hogy utána, miután megmutatta a Jóisten, hogy ezek mind az ölembe hullhatnak, hogyha ő ebben csak a kis ujját megmozdítja, ezután jött egy olyan történet, hogy de hát az én gondolataim azok nem a te gondolataid, és itt egy egészen más, nagyobb sztori íródik, aminek vannak tragikus fejezetei, és elgondolkodtató, és magunkba szállásra késztető motivumai egyaránt. És már nekem legalábbis az látszik, hogy ez a karantén ez egy egész másfajta gondolkodást hoz el megint, tehát hogy a kreatív írás képzésem tulajdonképpen átalakult internetes változattá, ami már nagyon régóta gondolkoztam, és egy pofon egyszerű módszerrel sikerült gyakorlatilag megvalósítanom, vagy jelentkeztek ketten, akik fordítják, németre fordítják Jó étbuszi címmel megjelenő jegyzeteimet, valaki le akarja fordítani, milyenek a magyarokat csere. Tehát, hogy tulajdonképpen miközben azok a projektek úgy kútba estek, ahogy beindultak, pedig látszott, hogy a régi világ, a karantén előtti világ logikája szerint azok felfuthattak volna. Aközben jönnek búvópatakként másfajta megoldások, és én nagy ajándékként élem meg azt is, hogy bevállaltam ezt a karantén színházat a saját szándékomból, hogy délben is este 6 órakor felolvasok, és hát a felolvasandókat magyarázgatom a közönségemnek a saját Facebook oldalamon, és elképesztő mennyiségű ember nézi. És ugye leálltak az én fellépéseim, ahol valóban 1-200 ember ott ült volna, de biztos, hogy több ezer ember nem ült volna ott. Tehát az egyik kézből valami nyilván kiesett, és persze ez egy ingyenes történet, meg egy ilyen átmeneti jótékony. Igen, meg ebben az is benne van, tudod, annyit gondolkodtam ezen, és az elmúlt napokban, hogy beszélgettem színészekkel, zenészekkel, hogy azért az egy nagy kérdés, hogy most éppen azt bizonyítjuk-e be, hogy így is működnek dolgok, vagy mi lesz ebből, meg hogy mennyire tud ezzel azonosulni. Szerintem ez személyiségfüggő, vagy attól függ, hogy ki hogy érzi jól magát, de nagyon sokan meg azt mondják, hogy fú, hát ez valami olyan, amire eddig úgy nem is gondolt, nem is számított, megkapja ugyanazt az élvezeti hatásfokot az egésszel kapcsolatban, eljut olyan emberhez, igen, akihez amúgy nem, tehát mondjuk, így amit van. Te is mondasz. Hát, amikor mondom a szövegeket, és jönnek a kis üzenetek, hogy ezt most mi Portugáliából nézzük, igen, Csíkszeredából nézzük, mi Felvidékről nézzük, és akkor viccesen mondtam, hogy Battonyától nemes medveség, és valaki beírta, hogy vicces, mert én éppen Battonyáról nézem, tehát, hogy létrejön valami, ez hogy ezzel mit ami eddig nem volt, ami a kezünk ügyében volt, létrejönnek olyan dolgok, egyik ismerősöm például írta az oldalán, hogy ő elment vendégségbe a férjével egy másik ismerős házaspárhoz, letették a laptopot az asztal közepére, megbeszélték a menüt, felöltöztek, kiöltöztek, kisminkeltek, és mindenki ette a maga kis vacsoráját, de együtt voltak. És ilyen terveink, nekünk is vannak a barátaimmal. De ilyen ima konferenciákban, meg ilyen ima videós közvetítésekben elképesztő. De maga az elképesztő, hogy milyen választék van, a miséből, Isten tiszteletből, hát a legnagyobb
sztárpapok, sztárlelkészek sorba. Persze nyilván van egy kis kesernyésség ebben, hogy ott az üres templomban, mi pedig ittem, tehát hogy én nem akarok semmit levadni, én nem akarok egy ilyen kincstári hurrá optimizmusban tündökölni, csak hogy felállt egy új helyzet, aminek nagyon sok izgalmas hozadéka van, és még igazából fel se tudjuk mérni, hogy mennyi minden. Miközben persze, tehát lehet arra is függeszteni a tekintetünket, hogy mennyi mindent vesztettünk el, és mennyi minden. Tehát, ami azt jelenti, hogy mennyi mindenünk volt. Tehát, hogy most az, hogy beülni egy kávézóba, és rendelni egy kávét, meg a kedvenc áfonyás sajtortámat, az teljesen elérhetetlen, és ilyen népmesei távolságokban van tőlünk. És ez azt jelenti, hogy amikor ott volt, akkor viszont annyira természetes volt, hogy nem is gondoltuk, hogy lehetne másképp, és nem is gondoltuk, hogy ez nem föltétlenül jár nekünk. Tehát az ember úgy volt vele, hogy hát ez a minimum, hát nehogy már hát hogy hülyére dolgozom magam. Hát ez már, hát azért már ez elég régóta ez megy. Hogy... Így van. De én ezen is gondolkodtam, hogy azzal, hogy áttevődtek a dolgaink, ugye, tehát a jelen helyzetben mindenki megpróbál valahol érvényesülni, és ez most nem csak az előadókra vonatkozik, hanem mindenkire, tehát valahogy megmutatni magát, valahogy érzékeltetni, hogy én itt vagyok, én ezt csinálom. Nyilván ez nagyon jó begolyózás ellen egyik oldalról, másik oldalról van egy csomó kreativitás benne, harmadik oldalról mégiscsak tartjuk a kapcsolatot, de azért nekem az is egy kérdés, hogyha most az lenne a feladat, hogy akkor picit induljunk el befelé, és csináljunk új preferenciát, és gondoljuk végig egyén szintjén az életünket, és egy egyén szintjén mit teszünk magunkért és a világért, akkor nem az van, hogy még mindig kifelé nézünk? Hát biztos, hogy fogunk is kifelé nézni, meg az a kapcsolatban is, hát vannak reménységek az emberben, meg vannak hát kevésbé reménykeltő mozzanatok, tehát írta egyik ismerősöm, hogy ő azért már hallja a mohó csámcsogást abból az időből, amikor visszaáll minden rendbe, és akkor mindenki megint ugyanúgy csörtet, mint eddig. Tehát, hogyha megnézek el... Hiszen nem, az elcsendesülés nem történik meg, mert egyfolytában valamit akarunk, és valahogy kapcsolódni akarunk, és ez mindenkire. Tehát ezt én saját magamon is észrevettem. Én azt hittem, hogy a tudatosságomnak nagyon-nagyon magas szintjén vagyok, és hogy én rettentő jól el vagyok saját magammal, meg a munkámmal, meg az Istennel töltött időmbe. Hát szóval néha azt mondom így nap végén, hogy ja, hogy ennyire nem bírsz befele fordulni, és ennyi pótcselekvést kell csinálni, hát akkor van még mit tanulni ez ügyben. Én ma olvastam egy olyan elmélkedést, ami nekem nagyon fontos volt, hogy amúgy is ez egy nagyon fontos fogalom, az első szeretetnek a fogalma, hogy akár a családjában az embernek, akár a párkapcsolatában, akár az Istennel való kapcsolatában, hogy visszamenni, visszatalálni az első szeretethez, ami azt is jelenti, hogy az összes olyan állomásra is visszaemlékezni tudni, amikor lángolt a szívünk, mint az Emauszi úton. Tehát, hogy vannak olyan referencia pontjaink, amiből tudunk táplálkozni. Én most olvastam Edith Éva Égernek, vagy Egernek, mert hát egy magyar nő. A döntés című könyvét. Ami... Elhiszed, hogy a nyolcadik nap alatt, vagy a második, aki ezt elmondja, és minden alkalommal akkor mondja, amikor én pont arra a könyvre nézek, itt van előttem a könyvespolc. Helyes. Szóval ez egy fantasztikus könyv, és hát az erről szól, hogy hogyan, és az a döbbenet benne, hogy egyrészt az egyik legszívszaggatóbb, meg gyönyörűbb, meg elevenebben megírt holokauszt memoár, amit csak ismerek, és nem söpör semmit a szőnyeg alá, meg nem is nem látványoskodik, hanem egyszerűen krónikáz. Másrészt pedig a pszichológusi szempontot, hiszen ő egy pszichológus, igen, olyan szinten integrálja a sztoriba, hogy íróilag is döbbenetesen összeáll, tehát nem úgy van, hogy van a példa, és akkor lityeg-lötyög valahogy ott az elmélet körül, vagy az bizonyítja, vagy nem tudom én, hanem az egész egy brutálisan erős belső folyamat, ahogy ő a koncentrációs táborból először külsőleg, majd a saját elméjének a koncentrációs táborából kiszabadul, és olyan felismerések és olyan fordulópontokkal, tehát a dramaturgiája is egészen egyszerűen mesteri. Tehát ezt a könyvet is, tehát ennek a könyvnek az olvasása is most még így a karantén előtt, hogy csak
jött egy ilyen sugallat, hogy éppen egy könyvesboltban voltam, és egy ilyen podcast videót vettünk fel. Na mondom, ezt most annyian mondták már, ezt a könyvet nekem megveszem. És megvolt, és megvettem, és azóta nem nagyon jártam ki, nem nagyon voltam könyvesboltban, vagy 2-3 nappal később mi bevonultunk karanténba, mert én beszélyeztetem, meg számítok a 8 évvel ezelőtt szókom miatt, meg amúgy is légúti gondjaim is, tehát én egy kis vírust elkapok már, rögtön úgy köhögök, mint a kutya. Ebbe a metszetben nagy valószínűséggel engem rendesen eltrafálna ez a történet, úgyhogy így karanténba vonultunk. És hát igen, ennek a belső hősiességnek, hogy úgy mondjam, a hegyeit azokat nem tudja senki megmászni helyettünk. Nekem őszintén szóval rengeteg munka is van, és meglepően sok munka talpon maradt azok közül, amik úgy számítottam, hogy be fognak dőlni, és eléggé zsúfolt a napom, plusz ebben a két karanténszínházas időponttal, plusz ugye művészekkel összedolgozva, Bojki Lacival írtunk karantén, blues, trász, feluram, akkor Grillus Dani barátom dobott át egy dallamot, amit félálomban álmodott, és arra egy ilyen kis dicsőítő dalt írtunk, akkor Harcsa Veronikának írtam egy karantén állelúját, amit azóta két különböző társaság is feldolgozott, a Louisiana Double-lal írtunk egy ilyen bluegrass-es otthonmaradós történetet, a fertőzést, meg a járványát címmel a Máltai Szimfonikusoknak írtam egy nézését, meg a járását mintájára a vírus történetről. Úgyhogy nagyon-nagyon sok különböző munka van is jön, közben ugye a kerti budinkat készítem ilyen használt öreg fából, mert hogy az is legyen, már régóta akartuk volna, meg hát a kertet is amúgy is gatyába kell rázni, megmetettem a szőlő feleségem a fákat, és akkor abban is, amennyit kellett ágakat levágni, egy 2-3-at, abban is segédkeztem. Tehát ilyen nagy unatkozás az igazából nincsen, de ilyen belső idő azért az jut is, meg sokkal több imádság az, hála jó Istennek, mert ugye ez részben abból is adódik, hogy én nagyon szerettem sportolni, és most is szeretek, csak most nem tudok. Tehát úgy persze valamennyire így próbálok így kondizgatni, de azért én nem vagyok ez a kondi állat, hogy most azért, hogy csináljam, csinálom. Nyilván azért, hogy valamennyire ne essek szét testileg teljesen, azért persze szívesen, de hát én focizni, kosarazni szerettem nagyon, és az most nincsen. Viszont hát ennek a másik oldala, hogy a lelki töltődésre, meg Isten kapcsolatra több idő jut. Egyébként egy nagyon, nagyon sok mindent, én azt hiszem, hogy össztársadalmilag abból, amit most meg kellene, vagy meg kell csinálnunk, már mondogattunk, hogy ó, engedd el. De általában nem nagyon tudtuk elengedni, vagy nem nagyon szembesültünk azzal, hogy milyen elengedni valamit. Most egy csomó mindent úgy kell elengednünk, hogy tényleg nem csinálhatjuk. Tehát most lehet szokni azt, hogy milyen, hogy elengedjem. Ó, ki kéne szállni a mókuskerékből? Hát most ki vagyunk szállítva a mókuskerékből, amennyire persze, hát nyilván az home office-ig az keményebb mókuskerékbe került, vagy a pedagógusok, vagy hát az egészségügyi dolgozók. Igen, vannak ennek fokozatai azért, igen. Igen, akik előtt abszolút kalap levétel, és tényleg hát, elképesztő teljesítmények vannak ezen a szinten, amik most zajlanak a világban, de hogy nagyon sokaknak viszont azokat a dolgokat, amiket úgy mondogattunk, meg hogy a kancslistán, meg hogy az elindulok befelé, meg hogy a múltammal egy kicsit gatyába rázódni, meg hogy ha én nem elevenítem föl a saját családomat, a szüleimet, a nagyszüleimet, akkor senki nem fog rájuk már emlékezni, a gyerekeim biztos nem, a unokáim még biztosabban nem. Tehát egy csomó olyan folyamat, amiben azért belefogtunk, mert a pszichológia nagyon népszerű ágazatnak számított, azt most hát kénytelenek vagyunk gyakorlatban is kipróbálni, mert olyan helyzetbe kerültünk, hogy ha csak nem akarunk így a depresszió kutyába zuhanni, akkor ezek a támpontjaink, amiknek a szükségszerűségét, meg az amikkel való foglalkozás nem is kötelező, de fontosságát, vagy lényegességét, azt már régóta átérezzük. És most kaptunk egy olyan időbuborékot, ahol elindulhatunk.
befelé, meg egymás felé. Na de ami nélkül nem lehet élni, szerintem az a kultúra, és azt neked nagyon köszönjük, hogy a kultúrpatront segítesz feltölteni napi szinten. Nagy örömmel. Meg tényleg látom, hogy a visszajelzésekből, és ez engem is tuningol, hogy egyszerűen sokan nagyon-nagyon követik, és szeretik ezt, és hát alapvetően tényleg ezért ír az ember, hogy ez eljusson. Ilyen vagy olyan csatornán, kipucsomó írás. Igen, és hogy hát szóval ez alapszinten is, tehát nem csak vírus időben ez erről szól, hogy az életből sűrítményeket készítünk, és megpróbáljuk átadni másoknak. Úgyhogy nagyon köszönöm, és azt is, hogy beszélgettél velem, meg elmesélted ezt a nagyon szép történetet, az atyaságod egyik pontját, és hát nagyon sok sikert a továbbiakban, meg kitartást, remélem, hogy bírod hosszan ezt a napi délben, és este 6-kor van, ugye? Jól emlékszem. Így van, egész pontosan. És a te Facebook, a hivatalos Facebook oldaladom. Így van, az írói Facebook oldalamon szeretettel várok mindenkit. Köszi, hogy itt voltál. Köszi. Lackfi János íróköltő volt a Például Extra ma esti történetmesélője, én pedig Fehér Marian vagyok, és fontos megjegyeznem, hogy a manna.fm.hu oldalon a Hallgassa Vissza fül alatt megtalálhatóak a Például Extra eddig lement adásai, csak úgy, mint a Például összes ezelőtti adása is. Én most mindenkinek megköszönöm a figyelmet, és jön az XYZ Prekopa Donát otthonából prezentálja a ma esti műsort, hiszen ő is home office-ból dolgozik. Itt csak virtuálisan, de átadom neki a mikrofont. Ő pedig majd visszalövi az adást hozzám este 10-kor, hogy a Manna Night-ban együtt lazuljunk. De addig is maradjatok itt a Manna FM-en. Jó rádiózást mindenkinek!